Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Önök Kaposmenti magazinunkat látják, mutatom, mivel készültünk a mai műsorunkban. Szakmád a holnapod címmel tartott workshopot a szakképzési centrum Dombóváron. 7 év után kivált az óvodatársulásból Dalmand. Igazi városi rendezvényén nőtte ki magát az őszi fesztivál. Esély az emberi méltósághoz címmel szervezett előadást a Dombóvári Könyvtár. A Tolna megyei szakképzési centrum Dombóvári duális képző partnerei egy fórumon ismerkedtettek meg a 270 millió forint vissza nem térítendő támogatásból létrehozott Gradum járműipari ágazati képzőközpont működésével. A 2022. januárjában 16 tanulóval indult képzőhelyen mára 60-at is meghaladja a képzésbe résztvevők száma. Dombóvár város önkormányzata a kezdetektől támogatta a projektet. A Tolna megyei szakképzési centrum workshopot szervezett a City Catering Dombóvár rendezvényteremben, ahova a város vezetői, intézményvezetői és vállalkozói voltak hivatalosak. A centrum kancellárja bemutatta a Szexárdon 270 millió forintos pályázati forrásból megvalósult ágazati képzőközpont munkáját, amit a megyében több helyszínen is megtesz majd. Arra törekedtünk, hogy azokon a helyeken, ahol a centrumnak iskolája van, ott mindenképpen legyen, azokon a helyeken, ahol erős a duális partnerség, erős az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolat, mindenképpen mutassuk meg ezeket a lehetőségeket. Így jöttünk Dombóvárra is. Itt folyamatosan azt látjuk és tapasztaljuk, hogy van egy nagyon erős vállalkozói kör, van egy nagyon meghatározó önkormányzati vezetés, akik fontosnak tartják azt, hogy erős képzést legyen a városban, a cégek igényeinek megfelelően alakuljanak ezek a képzések, és természetesen ennek érdekében nagyon komolyan támogatják az iskolát is, az itt működő oktatási intézményünket erőteljesen támogatják. Tehát ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos, és ennek a szellemében azt gondoltuk, hogy kizárt, hogy Dombóvára ne jöjjünk. Ez a projekt tulajdonképpen egy GINOP 627-es konstrukcióban megvalósuló projekt. Ennek a fő üzenete és fő célja az, hogy egy duális képzőhelyet, egy új típusú duális képzőhelyet hozzunk létre, amit ágazati képzőközpontnak hívunk. Elsők között hoztuk létre az országba. Ez elsődlegesen azt gondolom, hogy a fő üzenete az, hogy hogyan lehet együtt gondolkodni, együtt működni különböző cégeknek és egy oktatási intézménynek vagy egy szakképzési centrumnak, abban, hogy a tanulók minél magasabb szintű színvonal, egyre színvonalasabb oktatásba részesülhessenek. Ebből az összegből most egy tanműhelyet szereltünk föl, ami egy kifejezetten gépjárműipari oktatásra alkalmas tanműhely. Oda most a csúcs technológiát vittük be, kifejezetten az e-mobilitásra fókuszálva elsődlegesen. Ez azt jelenti, hogy preparált hibrid autó, elektromos autó, és persze természetes módon a klasszikus benzines autó is ennek ellenére megvan a rendszerben, az ehhez kapcsolódó mérőműszerek, emelők, gépjármű szervizeléshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, és mellette pedig létrehoztunk egy Gradum Nonprofit Kft.-nek nevezett céget, amely cég kifejezetten duális képzőhelyként működik, ágazati képzőközpontként működik. Ez az ágazati képzőközpont jelen pillanatban közel 50 tanulónak a képzését végzi, és a specialitása az, hogy valójában oktatásszervezést végzünk ebben a Nonprofit Kft.-ben, és a tulajdonosaink a Kft. Tulajdonosi körére alapozva, az ő infrastruktúrájukra alapozva működik maga a tanulóknak a duális képzése. Én azt gondolom, hogy ez nem az iskolának a létesítménye, amiről most beszélünk, hanem ez egy klasszikus, valódi duális képzés kint a cégnél. Az iskolai műhely az azt a célt szolgálja, hogy az a lehetőség legyen biztosítva, hogy ami egy adott cégnél nincsen, vagy egy szervizkörülmények között nem mutatható meg, mert úgy kellene hozzányúlni egy autóhoz. Azt tudjuk megmutatni, tehát ez inkább egy ilyen kiegészítő tevékenység, nem ide visszük a gyakorlati képzést, mert nem ez a cél, hanem az a cél, hogy ide olyan technológiát vigyünk be, egy olyan csúcs technológiát, ami adott esetben valamelyik képzőhelyen nincsen meg, és ezzel kiegészítjük őket. A diákok elméleti oktatása a Tolna megyei szakképzési centrum intézményében, Dombóváron, az Apácai Csere János Technikumban, a gyakorlati képzés pedig a választott partnerszervezetnél történik. Mi azt látjuk, hogy nagyon sikeres.
és azt tapasztaljuk, egyre több helyről jön vissza, hogy a cégek azért vállalják a duális képzést, mert munkaerő utánpótlásra van szükségük, és egyre többen látják és belátják azt, hogy ezt akkor a legegyszerűbb biztosítani, ha saját maguknak nevelik ki a munkaerőt. Nagyon jó példa, hogy van olyan cégünk, ahol 17-18 tanuló volt az előző időszakban, és 7 tanulót foglalkoztatnak most már azóta, tehát végeztek, és most már munkavállalóként vannak benn, sőt, olyannyira megismerték őket, és olyannyira bíznak bennük, hogy most egy következő képzésre is beiskolázták őket. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, egy olyan folyamat, ami támogatja a fiatalokat, támogatja a helyben maradást, támogatja a további tanulási utakat, tehát egy komoly életpályát tudunk biztosítani a gyerekek számára. Akkor lennék igazán boldog, hogyha azt látnánk, hogy további céges együttműködések is kialakulnak, és nem a klasszikus értelembe vett iskola cég közötti kapcsolat, hanem a cég és cég közötti kapcsolatok is ki tudnak alakulni. Ezek működnek egy más üzleti szempontból, viszont a képzési oldalon is nagyon fontos lenne, mert így egy sokkal nagyobb minőséget lehet elérni. Egyébként meg hát az infrastruktúrális fejlesztésben mindig szükség van fejlődésre, mindig szükség van nyitottságra. Nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk az elmúlt időszakban megvalósítani különböző területeken, részben pályázati forrásból, részben saját forrásból, de hát az a cél, hogy a szakképzésben tanuló gyerekek a lehető legmagasabb szintű oktatásba részesüljenek. Az ágazati központban az elektromos és hibrid technológiák terjedéséhez alkalmazkodó, a régió lakossági és vállalkozói igényeinek megfelelő szakembereket képeznek ki. Dombóvár város polgármestere Pintér Szilárd egy jó lehetőségnek látja ezt az oktatásban. Nagy öröm volt részt venni Dömötör Csaba kancellár előadásán, hiszen egy időutazásba vettem részt. 2018-19, amikor ez a gondolat először felmerült, onnantól fogva részt vettem ebben a történetben. Kancellár úrral többször egyeztettünk. Próbálkoztunk olyan gondolattal is, hogy Dombaváron egy ágazati centrum, önkormányzati résztvétellel, de időkörül időre a jogszabályok úgy változtak, hogy az önkormányzat kikerült ebből a történetből. Örömteli volt az a hír, hogy 2021-ben ők ezt létrehozták. Ez már idestóval 9 hónapja működik, és több mint fél tucat dombavári vállalkozó benne van ebben a rendszerben, ami azt jelenti, hogy dombavár környéki gyerekek is részesülhetnek ebben a juttatásban. Hiszem, hogy ez egy olyan kitörési pont, mind a vállalkozók, mind a részvevő gyerekek számára, hogy a szakképzett munkaerő piacon jelenleg tomboló hiányt le tudjuk közleni középtávon. 2015-ben társult Kocsola, Csikós Töttös és Dalmand óvodája. Dalmandon jelenleg közel 60 kisgyermekkel kezdődött meg a 2022-23-as nevelési év, így ők a kiválás mellett döntöttek, ami semmiféle hátrányt nem jelent az óvisok számára. Az óvodapedagógusok sok programmal színesítik meg a gyermekek mindennapjait, legutóbb az Állatok Világnapja alkalmából járt náluk vendég. A dalmandi csodavilág óvodában nem unalmas az élet. Legutóbb egy jó hangulatú interaktív délelőtt részesei lehettek a kisgyermekek. Az intézmény önálló óvodaként kezdte meg a 2022-2023-as nevelési évet, mondta el a település polgármestere. 2015. szeptember 1-én Kocsola, Csikós Töttös és Dalmand közösen létrehozott egy óvodatársulást, amiből mi most az idén szeptember 1-ével kiváltunk. Ennek azt gondolom, hogy nem a társulás volt az oka, hanem az, hogy szerettük volna azt, hogy Dalmandon az önkormányzathoz tartozzon, mint óvónő, mint gyerekek és mindenki. Persze ehhez kellett a gyereklétszám. Na most akkor hozzáteszem, hogy közel 60 óvodással dolgoznak az óvónőink. Találtunk helyben óvodavezetőt, vezetőhelyettest, és tényleg úgy gondolom, hogy az állam által adott támogatás, finanszírozás, ami a személy és a dologi kiadásokat fedezi nagyjából, tehát így jobban fogunk kijönni ennyi gyermekkel és saját óvónőinkkel. Mindenképp ragaszkodtunk ahhoz, és bizalmat szavaztunk a Dalmandon élő óvónőknek, és ebben is nagyon nagy szerencsénk volt. Vezető óvónőnk dalmandi, vezetőhelyettes óvónőnk szintén dalmandi, mivel ekkora létszámhoz már helyettes is kell. Nagyon-nagyon jó kis csapattal dolgoznak itt az óvónők, fiatalok, rátermettek, és lendítjük fel az óvodát és a gyerekek életét. Az óvoda intézmény vezetője hangsúlyozta, hogy minden lehetőséget kihasználnak a fejlődésre, nem csak intézményi tekintetben, kiemelt helyen szerepel az önképzés az életükben.
A célunk olyan feltételek megteremtése, amelyek a gyermekeknek a sokoldalú fejlesztését teszik lehetővé. Hárman vagyunk óvodapedagógusok, és mindhárman nyitottak vagyunk a fejlődésre, a szakmai megújulásra. Jó magam tanító végzettséggel is rendelkezem, és csoportos TSMT terapeuta vagyok, így a mindennapos testnevelést szenzomotoros szemléletű mozgásfejlesztéssel valósítom meg, valamint van lehetőség előzetes vizsgálatot követően az igénylő szülők számára, a gyermekek számára heti két alkalommal TSMT foglalkozáson részt vennie a gyermekeknek, valamint az egyik óvodapedagógus kolléganő néptáncoktató lesz hamarosan, így létrehoztunk egy néptánc csoportot középsős és tanköteles gyermekekből, így ők, ennek a fő célja a tehetséggondozás, és amellett, hogy a tánclépéseket elsajátítják, lesz lehetőség a falu rendezvényein való megjelenésre is, valamint mindkét óvodapedagógus kolléganőm így tedrá módszertant végzett el, ami szintén egy remek lehetőség, hiszen fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, türelmét, sok más minden mellett. Én még a Boldog Óvoda programot is bevezettem az óvodába, ami főleg a gyermekek érzelmi világát fejleszti, valamint van az óvodában gyógytestnevelés, logopédiai ellátás, és figyeljük a lehetőségeket, és nyitottak vagyunk minden új dologra. Na, a tárgyi feltételek most azt gondolom, hogy megfelelőek, természetesen mindig törekszünk az újra, és szeretnénk korszerűsíteni folyamatosan is, de most legfontosabb célul a személyi fejlődést tartjuk, hogy mi képességekben olyan szinten legyünk, hogy a gyerekeket maximálisan tudjuk fejleszteni, és ezért figyeljük a továbbképzéseket és lehetőségeket. A nevelési év folyamán számos programmal készülnek a hozzájuk járó közel 60 gyermeknek. Már korábban is évente, nevelési évente több alkalommal jöttek hozzá vendégek, de azt vettük észre, hogy a gyerekek nagyon örülnek annak, hogyha jön hozzánk valaki, nagyon szívesen, szeretettel fogadják, és örülünk annak, hogy a pandémia után végre van lehetőség arra, hogy gyakrabban fogadjunk valakit, és szeretnénk ezt havi, két havonta rendszerességgel tenni, amellett, hogy színházba járnak a gyerekek, most már ettől a nevelési évtől kezdve középsősöknek is tudtunk lehetőséget biztosítani színházlátogatásra. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva az intézményben is számos programmal készültek a gyerekeknek, a vendégelőadó is beleszőtte a műsorába. Mivel beköszöntött hozzánk az ősz, ezért most egy jó kis őszi állatos műsorral készültem nekik. Ebben mindig szoktunk valamit csinálni, kirándulni, megjönünk, megtanuljuk, melyik a jobb és a bal kezünk. Általában azt mondják nekem, hogy a kicsikkel nehéz, de valahogy én úgy érzem, hogy nagyon könnyű. Én nagyon-nagyon szeretem őket, és szerintem lehet, hogy ezt érzik a pozitív kisugárzást. Ők is azt adnak, nekem én is azt próbálok nekik adni. És próbálok mindig olyan dalokat hozni nekik, ami a kicsiktől a nagyobb bacskákig is jó, úgyhogy szerintem ki tudják venni a részüket mindegyikből. Nehéz lenne leültetni őket mondjuk egy bábelőadásra, ahol nem kell megszólalniuk, viszont nálam lehet kiabálni, lehet mozogni, táncolni, vonatozni, úgyhogy ezért minden figyelmüket le tudom kötni. Szerencsére, aki ügyes, annak jár valamilyen különleges meglepetést, tudod. Úgyhogy mindig hozok nekik egy kis cukorkát, persze megbeszéljük, hogy utána fogat kell mosni, meg hogy mértéket kell tartani, úgyhogy mindenki egyet kap. De igen, mindig készülök valamivel. Soha nem érkezem üres kézzel. A dombovári József Attila Általános Iskola közel két évtizede álmodta meg azt az eseményt, amely mára már városi rendezvényé nőtte ki magát. Az őszi fesztivál délutáni programja Termény áldással kezdődik, amit a hagyományos szüreti felvonulás újra gondolt verziója követ, ami igazi karnevál hangulatot varázsol az utcákra.
Dombóvár sem feledkezik el a hagyományokról, egy őszi fesztivál keretein belül éltetik tovább azt a szokást, ami minden település életében egy meghatározó esemény volt ebben az évszakban. A település egyik iskolája hívta életre a mára már az egész város megmozgató rendezvényt. Több mint 20 éve zajlik minden ősszel ez a szüreti őszi fesztivál. Ugye a kezdeményezés a mi iskolánkból indult, a József Attila Általános Iskolából, és aztán nőtte ki magát az iskolai rendezvényből egy teljes várost érintő rendezvényé. Minden évben kicsit más, kicsit új, kicsi változások azért mindig vannak, de az alapja az mindig megmarad, és az ez a felvonulás mindenképpen. Azt az egy tanácsot kapják az osztályfőnökök, hogy valamiféleképpen kapcsolódjanak az őszhöz, akár hangulatában, színeiben, terményeiben, állataiban, jellemző állataiban, és ahogy láthattuk, igazán nagyon színes kavalkádot sikerült az osztályfőnököknek létrehozni, mert a hernyóktól a katicabogára, a levél és a mindenféle színeken keresztül tényleg mindent lehetett látni. Örömmel fogadtuk a hírt, hogy nem csak mi vonulunk fel, nem csak a mi iskolánk, hanem nagyon sokan fogadták el a meghívást, és jöttek táncos csoportok, a muslincák, a bordalt éneklő úri emberek, igazán mindig kellemes hangulatot csempésznek ebbe a felvonulásba, és nagyon örültünk az oktatási intézmények képviselőinek is a városból. Ők nem szoktak idáig, de most tényleg nagyon lelkesen és nagy számban jöttek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy megtiszteltek minket ezzel. A hagyományoknak a megtartása, őrzése, az egy nagyon fontos dolog, az ember kicsit a magyarság tudatát, a hovatartozását mindenképpen, hogy ez erősíti ezzel a felvonulással és a rávaló készülődéssel, és igen, az is hozzátartozik, hogy ilyenkor az osztályok egy kicsit jobban összekovácsolódnak, együtt vannak, egész nap készülődnek, jelmezt varnak, ragasztanak, úgyhogy ez mind a két szempontból nagyon fontos dolog. A József Attila Általános Iskolában a rendezvényt megelőzően tudatosan készülnek az osztályok erre a fesztiválra. A héten a dalok tanulása, hogy a hangulatuk meg legyen a gyerekeknek, kigondolják, hogy milyen jelmezeket készítenek, szülők segítségére sokszor számítunk, és tényleg kapunk is segítséget. Úgyhogy azért így a hét elmegy rá, de azt gondolom, hogy ezek megéri, ezek a ráfordítások. Ez nekik azért egy olyan helyzet, amihez igazából évente egyszer jutnak, és örülnek, hogy megmutathatják magukat, hogy együtt vannak, hogy együtt készültek. Ez nekik is biztos, hogy jó érzés, és valóban mosolyogtak így van. Hagyományszerűen a fesztivál egy terményáldással vette kezdetét, ahol a település katolikus plébánosa Hegedűs János mondott áldást a felsorakoztatott termések, termények felett. Istenünk, a mai ünnepen kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akik vetettek, arattak, ültettek. Áld meg azokat a terményeket, gyümölcsöket, zöldségeket, virágokat, amelyeket idehoztunk a hála és a köszönet jeleként. Áldj meg bennünket is gondviselő szereteteddel, és add meg mindig mindazt, amire szükségünk van. Az Egyistennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon terméseinkre, ránk, és maradjon velünk mindenkor. Mindenkinek áldott, szép, örömteli délutánt és mulatságot kívánok! A szüreti program a Kapos Tánc Együttes bemutatójával folytatódott a Nagy Boldogasszony templom előtt, ahol igazi őszi hangulatot varázsoltak a szervezők. Ezután indult a karneváli hangulatot árasztó felvonulás a Sugaj Károly térre. A menetben jelen voltak az óvodások, valamennyi iskola diákja, mazsorettek, zenekarok, fellépők és az érdeklődők, akik elkísérték a menetet a későbbi mulatság helyszínére. A választás pedig nem véletlen, mondta el a polgármester. Hosszú évek óta úgy dombálod ott van ennek az őszi fesztiválnak. Nyilván, ha őszinték akarunk lenni, ez egy szüreti fesztivál volt valamikor, de hát nyilván ma már a technika ezt nem teszi lehetővé, és itt az elmúlt évtizedben egy őszi fesztivál lett. A terményáldás, mint hagyományt, azt megőriztük, ezért is mindig a katolikus templom elől indul a menet, miután a betakarított terményt a plébános úr megáldja. Az idén még színesebb és bővebb lett ez az ünnep, hiszen a város minden iskolája csatlakozott, és egy-egy osztály együtt vonult az újdonvári József Attila iskolásokkal. Remélem, hogy ezzel még tovább tudtuk konzerválni ezt a hagyományt. Tavaly évben jöttünk le először ide az új helyszínre, több idős emberrel beszélgettünk, és az újdonvári bucsónak mindig ez volt a helyszíne, és sokkal jobban el tudunk itt helyezkedni, mint hogy a körforgalomnál voltunk, és a templom is egy nagyon kevés atrocitásnak van kitéve, és meg tudják tartani az estés a reggeli szertartást is. Ma azt gondolom, hogy az idő is kegyeibe fogadott minket, hiszen pont annyira van jó idő, amíg még elviselhető. Rengeteg ember van, és nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, és jól fogja magát érezni, és jövőre még többen leszünk. A dombovári őszi fesztivál késő estében nyúlóan várta az érdeklődőket.
Programok sorával készült a Földi István könyvtár Dombóváron az országos könyvtári napokhoz csatlakozva. Az emberi méltóság és az állatok esélye is fókuszba került a rendezvényeik alkalmával. A legfiatalabb generációnak a könyves vasárnapon kerekítő foglalkozással kedveskedett a könyvtár, ahová egész héten díjmentes volt a beiratkozás. Ebben az évben már 17. alkalommal került sor az országos könyvtári napok eseményeire országszerte, mely programsorozathoz a Dombóvári Földi István könyvtár is csatlakozott. A Dombóvári könyvtár, mint minden évben, most már több mint 10 éve csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz. Ebben az évben is várjuk az osztályokat, a látogatókat, az érdeklődött különböző rendezvényekre. Idén az állatok esélyei, az emberek, ifjúság, gyerekek esélyei, és a méltóság a témakör. Hétfőn a felelős állattartásról hallhattunk előadást. Ez egy országos koncepció, tehát minden évben kiragadnak egy adott irányt, egy témakört, és akkor az egész hét erre épül. A Help Dombóvár Egyesületet ragadtuk ki, az állatok esélyei, nekik ugye elég küzdelmes mindennapjaik vannak. Egy felhívást is intéztünk a látogatókhoz, amikor is a késedelmi díjakat kiválthatták az olvasók kutyaeledellel, száraztáppal vagy takarókkal. Az egyik előadásra a helyi új esélyközpontot kérték fel, akik örömmel tettek eleget ennek a megkeresésnek, melynek keretein belül a náluk folyó munkát is bemutatták, és felhívták a diákok figyelmét, hogy a közszolgálati munka náluk is teljesíthető. Esély az emberi méltósághoz. Ezzel a hívószóval hirdette meg ezt a programot az országos rendezvénysorozat keretein belül a Dombóvári Könyvtár gimnazistáknak és középiskolásoknak egyaránt. Azt a címet kaptam, hogy új esély az emberi méltósághoz, és ezt inkább tehát úgy közelítem meg, hogy az életértéke, az emberi életértéke, mert ugye ettől nagyon függ az önbecsülésünk, az önértékelésünk. Hogyha nem értékeljük magunkat, akkor mindez romokban lesz. Úgyhogy ezt szeretném majd a fiatalok szívére helyezni, hogy mennyire fontos az önbecsülés. Igyekszem olyan életből vett igaz történeteket hozni, amik engem is megérintettek, elgondolkodtattak, és remélem, hogy ez dolgozni fog bennük. Tehát tudom azt, hogy az előadás a leggyatrább kommunikációs eszköz, de a történetek azért úgy mindig megragadják az embereket. Pontosan ezt az adott témát, ami az önbecsülésünket, meg az önértékelésünket erősítik. Igyekszem a régebbi példákat, akár bibliai példákat, akár az életből vett régebbi vagy mai kortárs történeteket hozni. Miben különbözünk mi az állatoktól? Az evolúció azt mondja, semmiben. De hogyha ez igaz, hogy te és én egy talprobot majom vagyunk, akkor viszont miért van erkölcs, miért van etikett, miért tartunk be különböző életszabályokat? Miért vannak olyan egzisztenciális kérdések, hogy ezzel mindannyian szembesülünk, nem csak amikor fiatalok vagyunk, hanem idős embertől is hallottam már ilyen kérdést, halálos ágyon is hallottam már ilyen kérdést, hogy volt értelme az életemnek? Tettem valamit, ami általam született és nélkülem nem lett volna ezen a földön? Van méltósága az életemnek? Van értéke az életemnek? Számít az én életem? És ugye teljesen jogos a kérdés, hiszen ha belegondolsz, akkor lassan 8 milliárdan élünk ezen a földön. Tehát azért el kell azon gondolkodni, hogy ha én most ma vagyok, de holnap nem lennék, az akkor föl kellene a nap? Csak föl kellene. Kérdeztem nemrég egy közösség, hogy meg ezt tőletek is megkérdezem, hogy ki az, aki tudja a szülei nevét? Ki az, aki tudja a dédszüleinek a nevét? Nyugodtan jelentkezhet. Ketten. Az elgondolkodtatott történetek rávilágítottak arra is, mennyire nem ismerjük a saját felmenőinket és a történetüket. A mai világban sokszor tévesztjük szem elől azt, hogy sosem mások véleménye a fontos, hanem a saját érzéseink. Ahhoz viszont, hogy ki tudjuk zárni a negatív kritikákat, az én képünket kell erősíteni. Tehát erre fogom kihegyezni, hogy gyakorlatilag nem azok vagyunk, aminek mások tartanak minket. Nem, még csak azok sem vagyunk, aminek sokszor mi tartjuk magunkat, mert nagyon sok vakfoltunk van, nagyon sokszor ugye sebzettség vezérelten a teljesen rossz önképben vagy énképben élünk. Ennél aktuálisabb és fontosabb témát, pláne ma, nem nagyon tudok. Nagyon fontos a családi háttér, hogy ki mit hal. Tehát nagyon sokan gyerekkel beszélgetek, akik ugye azt hallják, hogy bőled nem lesz semmi, és ha ezt elhiszik, akkor akár ez be is teljesedhet az életükben, úgyhogy én ugye, hogy mondjam, tehát a bátorításon túl
tényleg olyan alapértékekre szeretnék rámutatni, amikre lehet építeni. Tehát nem egy ilyen homokvár, hanem olyan szikla alap, amire aztán lehet építkezni éntudatot, önbecsülést. A hét folyamán a Földi István könyvtár is ingyenes beiratkozási lehetőséget kínált az ország többi bibliotékájához hasonlóan. A hét programjait Deli Orsi kerekítő foglalkozása zárta, ahol a legkisebbek és szüleik érezhették jól magukat a könyvtár falain belül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!